Megnyitotta kapuit a Békés Szigete Idősek Háza. Kannabisz ültetvényt számolt fel a rendőrség. Romos ingatlant bontanak el Hódoscsépányon. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Megnyitotta kapuit a Békés Szigete Idősek Háza. Az Árpád vezérúton található épület komoly felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át. Ennek köszönhetően most egy jó elosztású, komfortos lakóegységekkel és kiszolgáló helységekkel rendelkező ingatlanba várják a beköltözni vágyókat. Az ünnepélyes átadáson a családi vállalkozás tagjain kívül Janicsak Dávid polgármester is a meghívottak között volt. Tágas terek, komfortos helységek, korszerű berendezések várják azokat, akik idős éveiket nyugodt, békés körülmények közt szeretnék eltölteni. Mindezt az Árpád vezérút 28-as szám alatt lévő Békés Szigete Idősek Háza nyújtja. Az ingatlan éveken át állt ki használatlanul. Most azonban új funkciót kapott, így minden bizonnyal hosszú ideig szolgálja majd az időseket. Az épület ünnepélyes átadásán Janicsak Dávid polgármester kicsit visszatekintett a múltra. Kezdetektől fogva szívügyem volt, hogy kialakuljon ez az intézmény, és még annak idején, amikor a kézzel fogva idős otthont vezette Julika, már akkor megkért engem, hogy gondolkodjunk már közösen abból, hogy lehetne több szolgáltatást nyújtani és jobb szolgáltatást nyújtani az időseknek, és így alakult ki, hogy kinézte ezt a lényegében használaton kívüli önkormányzati ingatlant, amit értékesítettünk a számára. A Békés Szigete Idősek Háza 10 szobaegységgel rendelkezik, és 18 személy befogadására alkalmas. Öten már korábban beköltöztek. Köztük van Szalóci Sándor, aki az ünnepélyes megnyitón is jelen volt. Így a polgármester után ő is megosztott néhány gondolatot a jelenlévőkkel. Mindenbe családias az egész társaság, aki itt dolgozik, a dolgozók mind szeretettel vannak felénk, mi is igyekszünk nekik segíteni mindenben, ugyanúgy szeretettel fogadjuk őket, és mi is mindent megteszünk, hogy minket is szeressenek. Ilonka néni is az elsők között érkezett a Békés Szigete Idősek Házába. Miskolcon voltam egy hétig, míg elintézték, hogy ide döhessek, mert hát hihoba visznek haza, mert hát ottan mindenki dolgozik, nem érnek rám velem lenni, itt mi jó helyen van. Mindez a Békés Szigete Idősekért Alapítvány tevékenységén alapszik, működése pedig családi vállalkozásban valósul meg. Minden olyan ellátást tudunk biztosítani, amit egyébként egy magán személy egy ingatlanban el lehet végezni, tehát itt a fürdetéstől kezdve élelmezés, napi többször élelmezés, ez mind biztosított, tehát ezekben tudunk segíteni. A Békés Szigete Idősek Háza nem közintézmény, ezért lakói számára egészségügyi ellátást nem tud biztosítani, továbbá fekvőbetegeket, szenvedélybetegeket sem fogadhatnak. Ezen kívül azonban minden olyan ellátás rendelkezésre áll, amely az idősek mindennapi életvitelében jelenthet nagy segítséget. A későbbiekben a lakók életét különféle közösségi programokkal is igyekeznek majd színesíteni. Ehhez pedig nem csak a szép és komfortos épület, hanem az amögött berendezett pihenőrész is rendelkezésre áll. Kannabisz ültetvényt számolt fel a rendőrség Ózdon. A Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztálya az elmúlt napokban több területen is le tudott csapni. Elsőként kábítószer birtoklása büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Szerencsi rendőrkapitányság egy 45 éves szerencsi férfivel szemben. A nyomozás adatai alapján az elkövető 2021. július 13-a előtti elfogását megelőzően ingatlanjának a kertjében kannabisz növényeket termesztett és birtokolt. A rendőrök az 56 darab növényt az eljárás során lefoglalták, ezt követően városunkba is akcióba léptek az egyenruhások. A Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának munkatársai július 13-án, tehát a napokban elfogtak egy 46 éves ózdi férfit, aki kertében szintén több marihuána ültetvényt gondozott.
A betakarítást azonban már a rendőrök végezték. A hatóság az eljárás során a drogot lefoglalta, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki a férfit. Kábítószer birtoklás a büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Elsőfokú riasztást adott ki ma éjfélig Borsodabaúj Zemplén megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar előfordulása miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is lehet. Szombaton szintén zivatar, valamint felhőszakadás miatt lesz érvényben elsőfokú veszélyjelzés. Térségünkben országosan pedig többségében narancssárga, másodfokú lesz a készültség. A legaktívabb légköri jelenségek vasárnapra virradó éjszakára fokozatosan mérséklődnek majd. A harmadik vakcina beadatására is lehetőségük nyílik az embereknek, ezt augusztus 1-től tehetik meg. A delta variáns miatt a legnagyobb veszélyben azok vannak, akik nincsenek beoltva. Városunk lakói inkább fenntartásokkal fogadták az új hírt. Az egészségügyben dolgozóknak számos oltásfajtát kötelezően fel kell venniük, most ezzel az eggyel tovább bővítették a listát. Erről ma reggel a miniszterelnök beszélt egy rádióinterjúban. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel is megtartotta szokásos interjúját a Kossuth Rádióban. Úgy határoztak, hogy lehetővé teszik a harmadik oltás felvételét. Ez augusztus 1-től lesz elérhető. Hogy ki milyen fajtát fog kapni, azt az orvos dönti majd el. Mindenkit ugyanott fognak oltani, ahol az első két vakcinát is kapta. Ajánlatos ugyanakkor a második adag után 4 hónapot várni, csak ezután beadatni a harmadikat. Az egészségügyben dolgozó személyeknek pedig kötelező lesz. A kényszerítések nem vagyunk hívei. Egy helyen tettünk kivételt, tehát hoztunk egy döntést arra nézve, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Betegeket gyógyítanak, és ott különböző betegségek adódhatnak össze, ha még egy koronavírus fertőzés is megtörténik, és ez emberéletekbe kerülhet. Egyébként is az egészségügyben vannak olyan oltásfajták, amiket az egészségügyi dolgozóknak kötelező fölvenniük. Most ezt a listát egyel megnöveljük. Így csak az dolgozhat ilyen helyeken, aki kapott már vakcinát. A delta variáns miatt a legjobban veszélyeztetettek azok a személyek, akik eddig még nem oltatták be magukat. A 65 év felettiek 15%-a nem rendelkezik védettséggel. Őket a házi orvosok személyesen fogják felkeresni, arra buzdítva őket, fontolják meg a vakcinációt, ezzel biztosítva védelmüket a járvány ellen. Az ózdiak eltérően vélekedtek az új lehetőségről. Akinek szüksége van, az a sabe. Én megkaptam mind a kettőt, hát majd szólnak. És akkor be fogom adatni. Hát nem a biztonság kedvéért. Engem annyira megviselt a második, biztos vannak, akik úgy gondolják, hogy jó. Én kétségekkel vagyok, úgyhogy nem tudom. Biztos jó dolog lesz, aki úgy gondolja. Annyira nem is örülök neki, mert mondjuk én is be vagyok oltva, párom is be van oltva, miért nem elég? A 16 és 18 év közöttiek 45%-a már felvette az oltást, a 12 és 15 év közöttieknél pedig 13-14% ez az arány. A tanévkezdés idén szerdai napon lesz, a kormány pedig úgy döntött, hogy hétfőn és keddi napokon, tehát augusztus 30-án és 31-én szerveznek oltást, hogy minden gyerek megkaphassa a vakcinát. Ma reggelig 64 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808.725 főre nőtt a beazonosítottak száma. Két beteg veszítette életét, így az elhunytak száma 30.015 főre emelkedett. Gyógyultnak jelenleg 742.632 főt tekintünk, az aktív esetek száma pedig 36.078-ra csökkent. 86 koronavírusos ember tápolnak kórházban, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5.559.178 fő, közülük 5.268.814-en már a második adag oltást is megkapták. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Romos ingatlant bontanak el Hódoscsépányon. A tulajdonosnak december végéig kell megoldani a helyzetet. Városunkban egyébként több mint 100 olyan ház található, amely nem felel meg a településképvédelmi rendelet előírásainak.
lakhatatlan vagy éppen életveszélyes állapotban van. Ha valaki ilyen súlyos problémát észlel, a kormányhivatal építéshatósági osztályánál tehet bejelentést. Úszdon és környékén már évtizedek óta problémát jelentenek az elhagyott, elhanyagolt romos ingatlanok, amelyek sok esetben már életveszélyesek. Ezek rontják a város látképét, és nagyon balesetveszélyesek is. Ilyen ügyekben a lakosság is tehet bejelentést, amit az illetékes szervek felülvizsgálnak, és eljárást indítanak, ha úgy ítélik meg, hogy szükséges az épület vagy annak környezetének rendbetétele, esetleg elbontása. A hatósági szervek a lakossági bejelentést követően bejárják a helyszínt, majd kiküldik a felszólító leveleket a tulajdonosok számára. Amennyiben nem teljesítik a benne foglaltakat, elbontásra kerül a házuk. A NAV munkatársai végzik ezt, amelynek anyagi részét a tulajdonosokra terhelik. Jelenleg is zajlanak ilyen eljárások. Egy hódos csépányi ingatlan tekintetében például már történtek előrelépések. A győzelem úton található, állami tulajdonban lévő házállapot egyre súlyosabb, amely már veszélyezteti a szomszédban élőket is. Ezért Fidrus Péter területi képviselő intézkedett az ügy kapcsán. A szomszédok kerestek meg azzal a problémával, hogy a hátunk mögött látható Győzelem út 26-os számú épület egyik fala dől kifelé a szomszéd felé, ezáltal életveszélyessé vált. A kormányhivatal építésügyi hatóságát kerestem meg a problémával, akik kijöttek a helyszínre, indokoltnak találták az eljárás megindítását, és néhány hét múlva a kezembe kaptam a határozatot, mely szerint a tulajdonost, a magyar állam a tulajdonos kötelezi arra, hogy ez év végéig, december 31-ig ezt az épületet bontsa el, az életveszélyes állapotokat szüntesse meg. Jelenleg még nem tudni, hogy pontosan mikor kerül elbontásra az épület, de a határozatban foglaltak alapján december végéig ez biztosan meg fog történni. A településszépítést nagyban megkönnyítik a lakossági bejelentések. Ezeket az észrevételeket egyébként a kormányhivatal építéshatósági osztályánál kell bejelenteni. Több terméket is visszahívott a Spár, előbb a képernyőn látható azonosítókkal ellátott Simpex fekete és fehér vízforralóval kapcsolatban találtak kivetnivalót, így a vásárlók biztonságának érdekében a forgalomból kivonták. Egy nappal később a Spár miniuborka savanyúság nevet viselő áru nem ment át a vizsgán, így azt élelmiszerbiztonsági nem megfelelősége miatt vonták ki a forgalomból. A cég arra kéri a vevőket, hogy amennyiben vásároltak, úgy ne fogyasszák el a terméket. Az említett árucikkek értékét az elérhető boltokban megtérítik. Újabb sikeres pályázatot nyújtott be városunk Ózdváros önkormányzatának, a sportlétesítmények fejlesztése Ózdon elnevezésű projektje kapott pozitív elbírálást, amelynek keretében több fejlesztés is elkezdődhet. A közbeszerzési versenyfelhívás már lezárult, két jelentkező közül az egyiket érvénytelennek találták, így a Tinetpro kereskedelmi és szolgáltató Kft. Feladata lesz a kivitelezés. A projekt során felújítják a Marosi István városi sportcsarnok melletti parkolót, valamint a létesítmény körül aszfaltozni és térkövezni is fognak. Az összegből jutni fog egy kültéri fitnesspark kialakítására is a városi stadionban, ami 9 darab eszköz telepítését tartalmazza. Ki fognak alakítani továbbá egy esőbeállót is, valamint szintbe helyezik a sportcsarnok körüli aknafedlapokat, és 30 darab forgalomterelő oszlopot is kihelyeznek majd. A projekt kivitelezésének összege 72 millió 700 ezer forint. A beruházás lezárása ez év decemberében várható. Hírodunk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megnyitott a kapuit a Békeszigete idősek háza. A családi vállalkozásban működő intézmény 18 személy számára biztosít esztétikus és komfortos életteret. Kannabisz ültetvényt számolt fel a rendőrség Ózdon. A megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának munkatársai egy 46 éves helyi férfit fogtak el. A harmadik vakcina beadatására is lehetőségük nyílik az embereknek, ezt augusztus 1-től tehetik meg. A delta variáns veszélyes azokra nézve, akik nincsenek beoltva. Életveszélyes állapotú ingatlan bontanak le Hódoscsépányon. Az elmúlt években több eljárás is indult a településkép fejlesztése érdekében.
A hírek után lássuk, milyen időjárás várható holnap. Szombaton térségünk fölött megnövekszik majd a felhőzet, a nap folyamán pedig csapadékra is van kilátás. A szél ereje azonban a maihoz képest kissé mérséklődik. A hőmérséklet a borult idő ellenére is magas lesz, így reggel 19, napközben pedig 31 fok körüli értékekre számíthatunk. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. A híradót követően a Diagnózis című egészségügyi magazint láthatják. Szombaton és vasárnap a 168 órában újra felidézzük a héten történt legfontosabb eseményeket. Friss hírekkel pedig hétfőn jelentkezünk. Tartsanak velünk holnap is, legyen szép estét, viszontlátásra!